mikor alakult meg az együttesetek? Ez tavaly márciusban. Talán a nevünk is ezért érezhető rajta, hogy márciusi ifjak. Ezért kapta ezt a nevet? Igen, nem jutott jobb az eszünkbe, úgyhogy feltettük ezt a dolgot is. Ez volt a végleges. Úgy gondolom, egy egészen új stílus, egy nagyon kellemes zenét játszottatok ti itt ma este, amit a közönség és észrevett és tapsal jutalmazott. Van-e fellépési lehetőségetek? Hát konkrétan még igazából nincs. Van egy zenekar, akivel együtt próbálunk együtt föllépni, ők segítenek sokat, az Electric Soul, hogyha lehet ezt mondani most itt nyíltan. Hát ők tőlük kapunk ilyen fellépési támogatást, hogy így lehet ezt mondani, elég hülyén fogalmazok, elnézést. Ők a szponzoraitok? Nem szponzor, ők inkább barátok, lehet így mondani. Mik az együttes jövőbeli tervei? Hosszú távon nem gondolkodunk, mert elég vegyes a olyan értelemben, hogy kor szempontjából, hát idősebbek, fiatalabbak. Most aki nem volt katona, szóval vannak ilyen gondok felvételi. Hát nem tudom, mi lehet, hogy hoz még a jövő.